Ebben a mai videóban az ösztrogénnel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról lesz szó, amelyek bízom benne, hogy segíteni tudnak abban, hogy javíts egészségi állapotodon. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az ösztrogénnel kapcsolatban rengeteg téves információt találunk az interneten, melynek egyik fő forrása, hogy az ösztrogén dominancia, tehát a túl sok ösztrogén és az ösztrogén hiány is sokban hasonló tünetekkel jár. Fontos tudni, hogy a férfiakhoz képest a hölgyek szervezetében természetes módon több az ösztrogén, amelynek fő feladatai a csontok szilárdságának a fenntartása, az artériák meszesedésének gátlása, a bőr és a nyálkahártyák kiszáradásának megakadályozása, illetve a férfi hormonok mennyiségének a csökkentése. Az ösztrogénnel kapcsolatos információs zavart az is fokozza, hogy az ösztrogénnek három fajtája van, az ösztradiol, az ösztriol és az ösztron, melyek különböző fizikai állapotokban, például terhesség vagy változókor, adott arányban kell legyenek ahhoz, hogy egyensúlyi állapotba kerüljön a szervezet. Az ösztradiol főleg a petefészkekben termelődik, felelős a menstruáció létrejöttéért, illetve a másodlagos női jegyek kifejlődéséért. Az ösztriol a fő ösztrogén hormon a terhesség alatt, mert egy gyulladáscsökkentő és daganatellenes hatásai vannak. Az ösztron a menopauza után termelődik, és ez az az ösztrogén, amely növeli a daganatos betegségek kialakulásának esélyeit. Először is a májnak van a legfontosabb szerepe az ösztrogén kiegyensúlyozásában. Ha sok az ösztrogén, enzimek segítségével közömbösíti, méregteleníti, kipucolja a felesleges ösztrogént és az egyéb ösztrogénként működő toxikus anyagokat. Ez az ösztrogén kipucolási folyamat háromféle módon mehet végbe a májban, azaz az ösztrogén háromfajta anyagra bomolhat le, az első C16-nak, a második a C4-nek, ez nem olyan fontos, míg a harmadik a C2 lebontási folyamatnak nevezzük. A C16 és a C4 káros, míg a C2 nincs negatív hatással a szervezetünkre. Amikor a laborvizsgálat során az ösztrogént nézik az eredmények között, a 2/16 arány az ennek a két vegyületnek az arányát jelenti. Felmerül a kérdés, hogy mi vezet a C16 és mi vezet a C2 lebontási folyamathoz. Elsősorban a táplálkozásunk. Az ösztrogén kiegyensúlyozó ételekről szó lesz a videó későbbi részében. Mindezekből következtethetünk arra is, hogy ha le van gyengülve a májunk, ha el van zsírosodva a májunk, vagy ha nem állnak a máj rendelkezésére vitaminok, nyomelemek és antioxidánsok, az ösztrogén csökkentés nem fog megfelelően működni, illetve ha nem a megfelelő ételeket esszük, a C16-os lebontási folyamatot segítjük elő, ami növeli számos súlyos betegség kialakulásának a kockázatát. A következő lényeges tudnivaló az ösztrogénről, hogy a vastagbélben lévő hasznos baktériumoknak is jelentős a szerepe a felesleg visszaszorításában. Tehát ha ösztrogén túlsúlyjal járó problémánk van, nagy valószínűséggel a bélflóránk, a mikrobiom le van épülve, és fontos lenne a regenerálásával is foglalkoznunk. A bélflóra regenerálásának legfontosabb lépései a rendszeres bőtölés, a probiotikus ételek napi szintű és nagy arányú fogyasztása, sok zöldszínű zöldség bevitele, illetve hatékony probiotikus készítményeknek az alkalmazása. A következő hasznos lényeges tudnivaló, hogy a túl sok ösztrogén egy idő után gátolhatja a pajzsmirigynek a működését, tehát pajzsmirigy alulműködéshez vezethet. 10-ből 9 esetben a pajzsmirigy alulműködés oka a legyengült máj, az elsírosodott máj, amihez társul az ösztrogén dominancia, azaz ha a pajzsmirigyet akarjuk rendbe tenni, valójában a májat, az ösztrogént kell rendbe tennünk. A fogamzásgátló tablettek egyik csoportja szintetikus ösztrogént tartalmaz, és a szedésük során lényegében az történik, hogy ugye a tabletta elhiteti a hipotalamuszon, hogy terhesek vagyunk, ezért ugye nem kell ovulálnunk. A fogamzásgátlók következtében megnő a vérrögök kialakulásának a lehetősége, ami növeli az olyan súlyos problémák esélyeit, mint a trombózis, a stroke, a szívroham vagy a meszesedés. Ha ehhez hozzáadjuk még ugye a stresszt, a tápanyagszegény táplálkozást, a dohányzást és az alkoholt is,
igen nagy lehet a veszély. Ösztrogén túlsúllyal járó egészségügyi tünetek és problémák a meddőség, az erős menstruációs görcsök, a fájdalmas feszülő mellek, a ciszták és a miómák is. A petefészken kívül a mellékvesék is képesek ösztrogént termelni, ezért amikor túl vagyunk a változókoron, a mellékvesék fokozott aktivitásra kényszerülnek, mivel ugye a petefészkek már sokkal kevesebb ösztrogént állítanak elő. Ha a változókor időszakában le van gyengülve a mellékvesénk, például a sok stressz, a kevés alvás, a sok kávé vagy a tápanyaghiány miatt, az teljes zavarhoz vezet a hormon háztartásban, mert ugye közben a progeszteron szintje is leesik, miközben a sok stressz miatt a mellékvesék kortizolt is kellene előállítsanak. Tehát a változókor időszakában az egyik legfontosabb teendő a pihenési, a regenerációs és a relaxációs időknek a megnövelése, illetve a tápanyagokban, főleg állati zsírokban, bioaktív vitaminokban és antioxidánsokban gazdag ételek fogyasztása. Az állati zsírokban lévő telített zsírok azért elengedhetetlenek, mert a hormonok többsége a telített zsírokból létrejövő koleszterinből épül fel. A magas ösztrogén szint férfiaknál prostata problémákhoz vezet. Prostata problémákra készítettem korábban egy videót, ott bővebben szó van róluk. Ezért itt most nem fejteném ezt ki. Minden a következő részben elhangzó javaslat, hölgyeknek és uraknak is megoldás lehet az ösztrogén kiegyensúlyozásához. Az első fontos teendő az a tejtermékek, de főként a tej, illetve a tömegtermelésből érkező húskészítményeknek a teljes kizárása a táplálkozásból. A második a jódpótlás, ideálisan mikroalgákkal. Sok természetes jód van a kelpalgában, de más algafélék is tartalmaznak jól hasznosuló jódot. Itt ajánlom figyelmetbe az Immunex alga komplexet. A jód érzéketlenné teszi az ösztrogén receptorokat, ezáltal csökken a rossz hatású és nő a jó hatású ösztrogénnek a szintje. Nagyon hasznos például az olyan ösztrogén dominanciával járó problémáknál, mint a ciszták és a miómák. A harmadik a keresztes virágú zöldségek, mint leveleskel, brokkoli, karfiol, rukkola, sóska, retek, kelbimbo és mások. Mivel ezek a legjobb zöldségek ugye a máj regenerálásához. Ha pajzsmirigy alulműködésünk van, és esetleg azt gondoljuk, hogy a keresztes virágú zöldségek csökkentik a jód szintünket, akkor egyszerűen csak vigyünk be jódot is algákkal. Létezik egy DIM nevű készítmény is, amit ugye keresztes virágú zöldségekből vonnak ki, csökkenti a rossz hatású C16, és növeli a jó hatású C2 ösztrogén szintjét, tehát javít a C2-16 arányon. Ennél a résznél említenék még meg 5 hatékony kiegészítőt a májnak a regenerálásához, a máriatövis, a kolin, az articsóka, a kurkumin és a citrom. A jód mellett a bór nyomelem kifejezetten a változókori ösztrogén kiegyensúlyozásához lehet hasznos, illetve ha alacsony egyébként az ösztrogén szintünk. A bort étrendkiegészítő kapszula formában pótolhatjuk a legegyszerűbben. Ha alacsony az ösztrogén, rendkívül fontos a telített zsíroknak a megemelése a táplálkozásban, tehát tojássárgája, mangalica szalonna és zsír, a zsírosabb marhahúsok, a szárnyasok bőre és zsírja, a vaj, mivel ugye belülük lesz a koleszterin, amely alapvető építőeleme a hormonok többségének, az ösztrogénnek is. A tiszta méhpempő segít az ösztrogén és a progeszteron ideális arányának az elérésében, babavállalás előtt és a változókor alatt. Segít az ösztrogén növelését a bőtölés és az alacsony szénhidrát tartalmú diéta is, mivel a hatásukra csökken az inzulin, ami kevesebb androgén hormont jelent, a kevesebb androgén pedig több ösztrogént. Alacsony ösztrogénnél fontos az E-vitamin bevétele nagy mennyiségben, természetes forrásból, például napraforgó maggal, búzacsíraolajjal vagy homoktövis magolajjal. És végül a növények közül ösztrogén növelő hatással van az édeskömény, a black kohos, az ideggyökér és a puerária birifica. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.